Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatók! Talán annyiból szabad műsoron kívül polgármester szavaimhoz csatlakozni, hogy ahogy itt az előbb a TV interjúban is mondtam, hogy a múltunk az nagyon fontos, a hagyományunk az nagyon fontos, azt, hogy a székesfehérvári aktorok átlatrióták, azt nagyon megértem és átérzem. Én is az vagyok, igaz, hogy pécsiként, de azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem baj, hiszen annyi fontos emlékhelye van a történelmünknek az országban, és azt gondolom, hogy azok a helyi közösségek, hogyha ezt ébren tartják, ápolják, utána gondolják és továbbadják, akkor ez egy nagyon fontos dolog, amit lehet tenni. Szeretném előjáróban megköszönni a meghívást, és azt gondolom, hogy az Aranybulla évéből valóban méltó módon meg kell emlékezni, és hogyha valahol, akkor azt is Székesfehérváron kell, gondolom. De nyilván nem kizárt, hogy mások is az országban, tehát ez az országnak a dokumentuma, és mindannyiunk számára nagyon fontos. Hát én ma nem az Aranybulláról fogok beszélni, mint ahogy az előadásomnak a címe is mutatja, ahogy itt megbeszéltük a szervező kollégináknak, hogy ez egy felvezető típusú előadás lenne, hiszen magáról az Aranybulláról már legközelebb Soldos Attila fog beszélni, aki gondolom, hogy majd ízlekeszedni és részleteiben fogja megmagyarázni. Az Aranybullához itt az első dián annyiba kapcsolódnék, hogy az a kettős portré, amit ott felültettenek látni, az második Andrásnak és az első feleségének Gertrudnak a 13. századi zsoltáros könyvből való portréja, hát annyiban hiteles, amennyiben ezek a középkori rajzos portrék hitelesek szoktak lenni, de hát más nincsen, úgyhogy azt gondolom, hogy ha második Andrásról beszélünk, nagyon sokszor szembe jön velünk ez a 13. századi ábrázolás. Nem pedig az Aranybulla, tehát ez egy nem az Aranybulláról, mert ugye arról majd nekünk majd legközelebb szó lesz, hogy miért nincs rajta azon a pecsét, viszont második Andrásnak Aranybulláját és pecsétét ismerjük, és ez az, amit ott hát jeleztem az első diának az alján. És akkor talán közelítenék ahhoz a témához, amiről én szólnék, hogy az Árpád-házi királyok és az osták előkerül. Azért erről ezt a témát választottam, itt a több lehetőség is lett volna. Az Aranybullához talán azért gondoltam, hogy ez közelebb álló, hiszen azért a királyok sem egymagukban irányították ezt az országot, hiszen egy ember ez akkor is képtelenség volt, hanem volt egy csapat, ugye manapság ezt mondanánk, egy stáb, egy hím, egy sokféle dolog, most a középkorban ezt másképp nevezték, volt királyi tanács, volt előtte kíséret, aztán voltak, ahogy majd negyedik Béla mondja, hogy a legkülségesebb városnak a köre, tehát az a csapat az ott volt, de azt gondolom, hogy róluk talán kevesebbet tud a közvélemény, hiszen valamilyen a királyokra koncentrálunk. Noha a mindennapoknak a valósága azért akkor is sokkal színesebb, gazdagabb volt, mint amennyit egyáltalán hát manapság meg tudunk ragadni belőle. A következő, igen, tehát itt nem tudom, hogy mennyire látszik messziről sajnos, tehát itt akik közelülnek talán igen, egy indulásként kivetítettem az Árpád-háznak a dinasztiáját, tehát a leszármazás rendjét. Nem fogok én most sorba minden királyról beszélni, egyikről, másikról igen. Azt szeretném kérni, hogy ha valami nem lesz világos, akkor majd mondom az előadás végén, akkor állok rendelkezésükre, és próbálok mindenre válaszolni, ami kérdésként majd felmerül. Hát egész, tehát ami azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz, és ami általában tudni szoktak, mert azért a középiskolában ezt mindenki viszi magával. Ugye vannak a hatalom átadás körül, egyik uralkodótól a másikig átvezető a hatalom átadásnak a technikája, a problémája, a lehetőségei nagyon-nagyon mások, és akkor itt az a néhány dolog, és elnézést kérek, lesznek latin szavak, könyve próbálom magyarázni. A latin szavakat saját maga hitelessége kedvéért írtam oda fel, hiszen a forrásokra így szerepelnek. Ugye a szemiorátus arról szól, hogy a családnak, a dinasztiának, vagy esetleg mondhatnám talán így is, a nemzetségnek, hogy a középkor gondolkozik, az irányítása az mindig a legidősebb férfinek a kezébe kell, hogy kerüljön. Ez egy szokás, jó, ez nincs leírva, de ez általában ez így működik. Tehát itt is ez egy fajta lehetőség. A másik, amitől meg láttuk, ugye már a Géza fejdelemtől kezdve, ugye apáról fiúra kívánják átadni az uralmat, tehát egyenes áról.
Most hát van, amikor a kettő az nem stimmel, mert összeütközik a kétféle felfogás, és akkor ebből mindig valamilyen bonyodalom szokott származni. De előfordulhat az is, hogy egyik sem áll rendelkezésre, tessék arra gondolni, hogy Szent István királynak egyetlen felnőtt kort megérti a Imre herceg volt, aki előbb meghalt, mint az édesapja, tehát egyenes ág az nem volt, az oldalágat nem igazán szerette volna, mert ugye ez a hazulág és annak a gazúj megvakítás története is ismerős, azt nem igazán akarta. És akkor jött egy másik megoldás, amit itt harmadiként tetszenek látni, az a kijelölés vagy designáció, ugye a kutatók mondják, ugye kijelölt valakit, aki ugye az Orzeó Péter lett, aki követte, de ez nem volt tökéletes megoldás, hiszen nem felelt meg sem a szokásoknak, sem pedig annak az elvárásnak, hogy egy apáról kívül, hiszen ő egy nőágú rokon, és a nőágú származást, tessék arra gondolni, hogy az Anjouk időszakában is problémát jelentett a 14. század végén, hát még itt a 11. század elején az időszakában. És középen ott van a dinasztikus házasságok, nagyon fontosak voltak, és talán én ezért emelném ki a következő dián, ez is talán messziről a kavalkád látszik belőle, azokat az irányokat próbálta ez a kis ábra mutatni, hogy honnan érkeztek az Árpád-házi királyoknak a feleségei, illetve hova adták a lányaikat a feleségük. Most ebből egy nagyon fontos elv azért látszik, vagy gyakorlat látszik, ami nyilván egy volt mögötte megfogalmazott, határozott szándék is, csak ugye ez abban a korban soha nem írták le, hanem csak a végeredmény adott a számunkra, hogy megvásul. Tehát külföldről hozták a feleségeket, és ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy az uralkodó Árpád-házi királyaink nem a magyarországi elitből választották a feleségeiket. Tehát én azt gondolom, hogy rokoni szálon nem kötöttek hozzájuk, hanem valahonnan kívülről jött ez a feleség. Tehát én a királyi hatalomnak az erősségi, ez amit nagyjából a 11-12. Század folyamán megtapasztalhatunk, ez is nagyban hozzájárul, és itt lehetne ellenpéldákat mondani máshonnan a szomszédságon, hogy most inkább nem teszem, mert nagyon messzire vezetne. Ugyanígy a király lányokat is külföldre házasították. Ja, most egyet mondok csak hirtelen a legismertebb példa, ugye Szent Erzsébet, akit már ugye 4 éves korában Türingiába küldenek, mert hogy ugye akkor végig tárgyalják már ezt a házasságot, de ugyanígy végig gondolják, tehát külföldre. Tehát akkor egy-egy példa, olyan egyet tudnék, majd lehet, hogy az előadás vége felé eljutok odáig is, hogy amikor úgy adja feleségül valakihez a lányát, negyedik Béla, hogy itt marad a Beiraszországban, ami egy unikális dolog, és úgy sok látszik azt, hogy tulajdonképpen ezzel a helyzettel nem is mindig tudnak pontosan kezdeni, hogy hol is van ennek a személynek a helye, nem a királynak a fia, de azért nem is az előkelők egyike, hanem valahol a kettő között van, és ez egy valamilyen nagyon sajátos változtak eredményezni. Na hát itt akkor, talán akkor a királynékről ennyit, hogy látszik, hogy Európából szinte mindenhonnan, és ez magyarázza azt is, hogy ez egy kapcsolatrendszer, és amikor azt mondom, hogy az Árpád-házi királyoknak például szoktuk külpolitikáját emlegetni, ami semmiképpen nem a nagy értelemben az, hanem ezeken a dinasztikus szálakon keresztül én úgy szoktam fogalmazni, hogy a dinasztiának az érdek érvényesítése, tehát mindig megtalálják azokat a kapcsolási pontokat, azokat a szálakat, amelyek az adott időpontban támasztó segítségül tudnak szolgálni, vagy legalábbis az uralkodó elképzeléseit meg tudják valósítani. Ígértem, hogy az előkelőkről fogok beszélni, hát ez az első olyan csoport, amikről szólnom kell, a királyi tanács. Ugye, tehát, hogy a királyi tanács létezik, ezt megint azt gondolom, hogy a konzíliumnak mondja a latin, tehát azt gondolom, hogy nem is olyan távol tőlünk még a latin kifejezés sem, hogy a királyi tanács az valóban egy nagyon fontos intézménye volt, és már Szent István korának, arról az internetről olvashatunk. Én ott talán megint sajnálom, hogy hátul nem tudom, hogy mennyire fog látszani, aki előbb talán itt el is tudják még olvasni az első mondatokat, hogy ugye az Inkelmetnek a 7. fejezete szól a tanácsnak a fontosságáról. A királyok, ezt talán felolvasnám a hátul ülő kedvére ezt az egy mondatot, amit ide kiírtam. A királyok trónja mellett a 7. helyet a tanács, a konzílium igényli.
a tanács teszi a királyokat királyá, szabja meg a királyság határait, védi meg a hazát, győzi le az ellenséget, és így tovább. Tehát nyomtatásban ez egy két oldal, tehát talán nem olvasom fel, de ha érdekel valakit majd, akkor a végén talán bővebben is lehet róluk beszélni. Tehát a királyi tanács az egy, mondhatnám, ugye, mint konzílium, és hogy valóban hogyan működteti az uralkodó, hát arról nagyon-nagyon keveset tudunk, ezért írtam azt a néhány szót, ugye, amit akár a törvényekben olvasunk, akár itt a királyi tanácsok kapcsolatban, az az első szó, hogy decrevius, elhatároztuk, amikor az uralkodó azt mondja, vagy volumus, azt akarjuk, hogy nagyon erőteljesen, ez egy királyi döntés. Ezzel nincs is mit magyarázni, de amikor azt mondjuk, hogy konszenzimus vagy communi concilia, közösen megtanácskoznánk valamit, vagy közösen megtanácskoznánk az ország dolgait. Vannak oklevélformula is van ilyen, törvényeknek is van ilyen bevezetője, az internetben is előfordul. Tehát amikor valakivel még a döntés a királyé, ahhoz kétség nem fér, de hogy megtanácskozza valakit, véleményt meghallgat, ezek a kifejezések mutatnak. Sajnos ugye ilyenkor szoktam mondani, ez lehet, hogy humorosan hangzik ilyenkor, hát a jegyzőkönyvet nem vezetnek ezekre az ülésekre, tehát hogy ki mit mondott és milyen véleményeket fogalmaztak meg, azt sajnos nem tudjuk, a végeredményt megint látjuk, amikor valamilyen döntés született. Tehát igen, tehát hogy ezt a királyi tanács csak mozgatja, használja, és a fontosságát az internetben meg is fogalmazza Szent István király, illetve hát az, aki papírra vetette, vagy pályára mellé vetette azokat a gondolatokat, amiket István király fontosnak vélt. Hát, hogy kikből áll az a királyi tanács, és akkor talán itt a kivastagított részeket, azokat mondjuk, hogy szavakat lehetne látni. Hát itt a 11-12. Században azt látjuk, hogy a világi egyháziakról nem beszélnék, ott feltüntettem, hogy ott vannak természetesen a két érsek van, és van 10 püspök majd itt a 11. század során, tehát az egyházi személyek is részt vesznek, tehát az egyház vezetői, a királyi tanácsban, de úgy, hogy most nem beszélnék, az egy másik történet és egy másik előadás lenne. Tehát itt, hogy kik azok a világiak. Ugye megint azt gondolom, hogy a korábbi tanulmányokból biztos, hogy önök közül is sokan rámondanák, hogy hát a nemesség. Most, hogyha egyetemi hallgatóktól én a 11. században ezt hallom, hogy nemesség, akkor egy kicsit, hogy furcsán szoktam nézni, hiszen a 11. században még nincs nemesség. Vannak előkelők, és ezért adtam az előadásomnak is ezt a címét. Tehát van egy olyan előkelő csoport, olyan előkelő nemzetség, akikből, hogy tetszik, válogatnak. Tehát itt, amit feltüntettem, tehát vannak bírségi előkelők, akik születésüknél fogva. És akkor amit kiemeltem belőle, ez a majoris nátu, tehát születésüknél fogva nagyobbak a szószenétek valóta, tehát akik a vérségileg előkelő nemzetségekből származnak. Aztán van egy másik csoport, akik azt mondja, hogy majoris dignitate, tehát nekünk nagyobbak, de a tisztségüknél fogva. Tehát például, amikor valami, most a tisztségekről is túl beszélik, most csak gyorsan mondanám, ugye az ispánokra, ugye, tehát megtörténik a megyeszervezés, minden megye élére állít egy ispán, na most, hogy kiből lesz ispán, lehet, hogy vérségileg előkelő lesz, de egyáltalán nem biztos, hogy azt lát, hogy a királyi tanácsba kikerül be, az tulajdonképpen az uralkodónak az egyszemélyi döntése lesz, azt se tudjuk, hogy hányan vannak, azt se tudjuk, milyen rendszerességgel jöttek össze, viszont azért azok a kis kapaszkodó szavaink, amikor azt mutat, a tanácskozásra ott vannak, azért azt mutatják, hogy működik ez a fajta rendszer. Később, amikor itt a harmadik pöknél, ha megnézzük, akkor itt egy kicsit tovább tudunk már menni, amikor már oklevelek kezdenek nagyobb számban megjelenni, akkor az okleveleknél, mivel utána a döntések, meg azok szóban születnek, és aztán utána majd szépen lassan leírják, de messze nem írnak le mindent az elején, az egészen biztos. Feltüntetik azt, mint ahogy a szóbeliségnél ott vannak a tanúk, akik hallják. Tehát az a fontos. Na most itt a korai okleveleknél, az oklevelek végén feltüntetik azt a sorozatot, tehát amit én azt írtam, hogy series presentium, tehát a jelenlevőknek a listáját. Ki az, aki éppen ott van és hallotta azt a királyi döntést? Ezt levagyul az oklevelek. Most amikor már az írásbeliség az hát
nagyobb gyakorlatra, gyakorisággal tesztel, mondjuk ugye ugrunk a 13. századra, és akkor már a második András korában vagyunk. Tehát ott már nem feltétlenül a jelenlevőket tüntetik fel, hanem a hivatalban lévőket, tehát amikor azt írtam oda, hogy series dignitatum, tehát akik hivatalban vannak. Ilyenkor feltüntetik a vezető egyháziakat, a érsekeket, püspököket, és az ispánok közül, hát éppen nem tudni, hogy mindete, de többeket, talán a fontosabbakat. És akkor mondanám talán azt, hogy a legfontosabb ispánok, nyilván azok lesznek, akik a határvédelemben fontos szerepet játszanak, ilyen például a pozsonyi ispán, gondolom ezt nem kell magyarázni, vagy a soproni ispán, ugye a nyugati határszéről, ilyen lesz a bácsi ispán ott a délvidéken, és ilyen lesz mondjuk ott a szabolcsi ispán az országnak a keleti részén. Aztán ezek nagyon sokszor ott vannak, vagy szerepelnek, de aztán a másokat már azt gondolom, hogy annyira rendszeresen nem tudjuk ezt kihúzatni, vagy mikor kik, tehát a sorrend ez változó, viszont egyre inkább, tehát egyre pontosabbak lesznek ezek a névsorok, tehát látszik azt, hogy ez mégiscsak ugye ezek a vezető tisztségviselők, és akik a királya legyük részt vesznek az országnak az irányításában, a formálytásában, azok mégiscsak valamilyen testületet alkotnak, és időnként összejönnek a királyi tanácsban. És akkor itt van az utolsóként, hogy emlegettem ez a negyedik pillának az operelegyben sokszor előforduló megfogalmazása, hogy a leghűségesebb váróinknak a köre, hát róluk majd lesz egy olyan dián is, amiről talán akkor kik is voltak ők pontosan. Hát itt tovább menve, akkor talán ugye nem baj, hogy egy időben egy kicsit ugrálok, remélem, hogy elég világos, tehát próbálom ugye úgy, hogy az nem csak egy uralkodókról beszélek, hanem ugye egy kicsit a folyamatában és a változásában mutatni is ezt a csoportot. Tehát itt Szent Istvánhoz visszatérve megint, ugye itt azt kellene talán hangsúlyozni, hogy attól, hogy István megkoronázták, és létrejött a magyar királyság, a magyar keresztény magyar állam, attól ugye nem változott meg egy csatásra a társadalom egészen. Tehát amikor a Szent István törvényeit nézzük, akkor azért abban találunk bőven olyan szokásjogi elemeket, ami nyilván nem ott születik, hanem csak akkor foglalják írásba. Aztán találunk olyanokat is, amiket megváltoztatnak. Tehát mindenképpen azt mondjuk, hogy tehát valami lenyomata van annak, hogy ez egy átalakuló társadalom, és akkor ebből ez a barbár társadalom alatt ezt értem, tehát még a kereszténység felvétele, tehát a kézakor előtti, tehát mondjuk a 10. századi magyar társadalom, hogyha összefoglalóan kellene mondani. Most azt látjuk, hogy ebben a barbár társadalomban megint nem, hogy nemesség még nincsen, hanem azt látjuk, hogy vannak szabadok és szolgák. És a szabadok és szolgák között nagyon éles különbség van, és a szabadokon belül valami már alakul, hogy nem minden szabad egyforma azért, de hát nem is élesek még a határvonalak. Tehát nyilván fontos az, hogy harcosok lesznek, mennyiben vesznek részt a hadakozásban, de ugye itt már nem kalandozások vannak, hanem itt inkább ugye már az ország védelméről van szó. Kinek milyen tulajdona van, és akkor itt jön, ami valóban újdonság, hogy a magántulajdon és a magántulajdonnak a védelme. Ez a magántulajdon, ez lehet földtulajdon, lehet állatvagyon, hiszen erről is még a Lászlókori törvények is szólnak, tehát nagyon változatos és sokrétű, sokszínű. Most ami látszik, tehát itt erre majd hozok majd néhány példát is mindjárt a törvényekből, hogy valóban ez a szabadok és a szolgák változását meg tudjuk ragadni már a Szent István időszakában is, de a 11. század végén mindenféleképpen. Egy csomó új jelenség is van, ezt próbáltam itt a diának a jobb szélén feltüntetni, tehát ahogy emlegettem a vármegyéket. Tehát nagyon-nagyon fontos, és ugye azt mondjuk, hogy igen, tehát ez egy területi elv, ami korábban, hát nem lehet azt mondani, hogy nincsen, mert azért mondjuk, hogyha az állat, valakinek állat vagyona van, akkor azért tudták, hogy meddig lehet elvinni, amíg nem ütközik bele a másiknak, vagy valaki másnak a legelő területébe, tehát csak ezeket a határokat nem tudjuk. A vármegyéknél valamivel, hát több információnk van, de még itt sem olyan sok, tehát ugye valahol a vára közé, tehát itt már a védelemről van szó. Viszont én ezt hangsúlyoznám, és azt gondolom, hogy talán a legfontosabb az lenne, hogy a vármegyék megszervezésével a hadsereget szervezi át.
hadsereget szervezi át, amíg ott a barbár társadalomnál azt láttuk, hogy ugye a hadsereg úgy épül fel, hogy a nemzetségek hadakozó népessége, aztán azok törzsé szerveződnek, és így tovább. Most itt abban a szempillanatban, ugye, hogy vármegye kezd szerveződni, akkor a királyi hadsereg az úgy néz ki, hogy az ispánok fogják irányítani, nem pedig a törzsfők és a nemzetségfők, tehát egy mesterségesen átszervezett hadsereg jön létre, és miután az ispán, ugye az ütőképes hadsereg azzal lehet biztosítani, hogy valóban az történjen egy területen, amit az uralkodó akar. Tehát ez az ispáni hatalom alkalmas lesz arra, hogy bizonyos igazságszolgáltatási feladatokat elvégezzen, a törvényeknek a betartását ellenőrize. És a korai időszakban, még a 11-12. Században azt látjuk, hogy még az adókat is az ispánnak a közreműködésével gyűjtik be. Tehát egy hallatlanul fontos és kulcs szerepe van ennek. Amit talán nem látunk mögötte, de ténylegesen ott van, tehát egy kicsit, tehát megint az előkelők, akár a vérségileg előkelőkkel szemben is, tehát a királyi hatalom nagyon megerősödik azáltal, hogy a hadsereg irányítása az a király által kinevezett ispánok kezébe fog kerülni. Ispán az lesz, akit az uralkodó akar, addig lesz ispán, amíg az uralkodó akarja, ha nem tetszik, akkor valakinek másnak a kezébe fogja adni az ispáni méltóságot, és ezt a társadalom tudomásul veszi. A tulajdonviszonyokról azt gondolom, hogy erről kellene talán a legkevesebbet mondani, hiszen ez a magántulajdon megjelenése az végül is azt hiszem, hogy eléggé közismert és közérthető dolog. Ezzel függ össze a lopásoknak a büntetése, és nem véletlen nem csak Magyarországon, hanem általában a legelső írásban foglalt törvények azok mindenütt az életelleni vétségekre és a magántulajdon ellen, tehát a lopásoknak a büntetésére térnek ki legszélesebb értelemben, és a legaprólékosabban talán. Jó, talán még az utolsó kis két mondat, vagy két hívószóról szeretnék beszélni. Az egyik a szállásbirtok. Ugye nem tudjuk, hogy az első, később már, amikor a 13. században sok-sok oklevelünk van már, legalábbis a korábbiakhoz képest, akkor ugye Szent István kori birtokokról esik szó. Tehát minden oda vezetődik vissza, oda tendál. Nos, ezeknek a zöméről természetesen nincsen írásos dokumentum. Ez a családnak, a nemzetségnek a hagyománya. Tehát nagyon régi, tehát valahogyan visszavezethető erre a szállásbirtokra, ezt szoktuk gondolni róla. Tehát ugye, amikor állatvagyon van, akkor is valami területet azért elfoglalnak, ahol joga van egy-egy nemzetségnek a maga állatait legeltetni és ott intézkedni, de hát ezekről gyakorlatilag semmit nem tudom. A másik, ami kezd majd megnő, tehát a királyi adományok, azok viszont tulajdonképpen lesznek, ez egy újdonság, de ezt kiegészíti, nem váltja fel, hanem nagyon sokáig azt látjuk, hogy párhuzamosan megvan a kettő. Igen. Akkor erről néhány konkrétumot szeretnék mondani, amiről mindedig beszéltem. Tehát a szabad emberekről, ugye, hogy a társadalomnak a zöme szabadokból áll, azt mutatja, hogy az istánkori törvényekből idézem ezt a passzust, hogy a szabad embernek a vérdíja 110 aranypénz. Az aranypénz az egy nagyon nagy érték, az egy tinónak az ára, és azért az aranypénz, mert a bizánci arany, ami itt értékmérőként elvileg megjelenik. Most a többit azért jutnám oda, hogy amikor valakit emberülésben elmarasztalnak, ugye, vagy egyáltalán ugye a vérdíja szóba kerül, akkor a 110 aranypénz egyrészt azt is mutatja, hogy ugye vérbosszú, mint olyan nincsen, az ilyen ügyeket csak a király tudtával lehet, és csak a király bírósága előtt. Tehát magánúton ezeket nem lehet elsimítani és elintézni. És ugye itt erről szól a továbbiakban, hogy mi lesz ennek a 110 aranypénznek a sorsa. 50 a királyé lesz belőle, 50 a nemzetségi, ugye, aki úgymond kárt szenvedett, mert ugye egy tagját valaki megölte, és 10 pedig azért a bírói lesz, aki az ügyben intézkedett. Most ez azért is olyan fontos, mert utána azt látjuk, hogy hát előfordul, hogy valaki a feleségét megöli, és ezt ez egyrészt a büntetés pénzekből is, tehát első pillanatra azt gondolnánk, hogy kevesebbet érnek a nők, de én azt gondolom, hogy nem igazán erről van szó, tessék megnézni, mert itt az 50 aranypénz, az egyértelműen azt az 50-et jelenti, ami a családot
úgymond, bocsánatot, modern szót használok, ami kárpótlásként a családhoz fog kerülni, az megvan a másik esetben is, itt viszont nem avatkozik be a király. Tehát nincs kimondva, de gyakorlatilag ez esetben ugye a nemzetségek között ezt a dolgot el lehet intézni. Nyilván a királynak tudni kell róla, nem lehet azt mondani, hogy eltitkolni az eseteket, de tulajdonképpen pénz fizetéssel, bírsággal el lehet intézni. Most ami másik, ami miatt ez a passzus még érdekes, hogy nyilván ez az 50, ez akkor, hát ha ki kell tudni fizetni, mondtam, hogy ez egy nagyon nagy ér, a 110 még inkább, de az 50 aranypénz sem kevés, tehát ha valaki ki tudja fizetni, tehát aki ki tudja fizetni, az, hogyha valaki ispán. Hát ugye megint az előkelőknek a legfontosabb, leggazdagabb, legbefolyásosabb csoportjába tartozik, ők ki tudják fizetni. De aki már nem, aki csak egyszerű harcos, ugye vitéz, hát ott már 10 aranypénzben szabja meg, és a közrendőben pedig csak 5-öt mond. Tehát nyilvánvalóan itt az elkövetőnek az anyagi lehetőségeit is számba fogja venni. És amit nem mondtam, zárja, de mindenütt ott van az egyházi tenyíték mellette, azt most azt gondolom, hogy úgy háttérben hozzá tessék gondolni, de igazából arról nincsen szó. Tehát látszik, hogy a szabadok és a szolgák között van egy nagyon éles határvonal, de ugyanakkor látjuk azt is, hogy a szabadok azért hát nem egyforma vagyonnal rendelkeznek már, hanem azért az ispánok, hát az, mondjam, az ispánnak a bevétele vagy a jövedelme az nagyjából tízszerese, ugye egy közrendűnek ez az 5 és az 50, tehát azokat a vagyoni különbségeket már nagyon-nagyon jól tükrözi. De itt még ugye mindig ugye ispánokról van szó, meg ugye az előkelőkre használják ezt a major részt, ez a nagyobbakat, amiket előbb mondtam. Ha tovább lépünk a lászlókori törvényekben, ott megint kiemeltem, ez a princip, ez ugye a princepszet hercegnek szoktuk lefordítani, igen, úgy is lehet sokféleképpen, de itt az előkelőkre használják a princepszet, tehát valahol a társadalomnak a felső rétegében tartozó szeméről lehet szó. És itt megint ugye itt a lopással kapcsolatban jön elő, tehát a tyúk értékénél vonja meg a határt. Tehát itt megint azt mondja, hogy a vagyont, vagy egyáltalán a tulajdonnak a megsértését, azt, hogy a társadalomnak bármely rétegében el lehetett követni. Tehát itt nyilván ezt még folytatni lehetne, hiszen László törvényei az számtalan paragrafus szól erről, de az nyilván megint egy kicsit más fele vezetne. Talán egyetlen olyan dolog, ami ugye jó lenne tudni azt, hogy hogyan hajtják végre ezeket a törvényeket. Hát egy biztos, hogyha abból indulunk ki, hogy Kálmán már enyhíteni tudott a lopásoknak ezen a szigorú megítélésén, akkor biztos azt kell, hogy gondoljuk, hogy hatottak ezek a törvények, és valahogy hát abban az irányba, hogy mondjam, nevelődött a társadalom, vagy alakult a társadalom, hogy amennyiben mondjuk ezek a, tehát a magántulajdon védelme az megvalósul. Viszont, hogy ennek a végrehajtásáról is László gondoskodott, és a törvényben ezt is szabályozta, azért írtam oda, hogy mi történik a bíróval. Tehát nyilván, hogy a bírót, ha akarjuk, ugye, hogy lehetne megvesztegetni, és így tovább, hogy milyen ítéletet hozzon. Hát itt azt hoztam be, hogy ha a bíró, ezt olvasnám, akkor talán, hogy hátul is tudjanak követni, tehát a szabadot nem akasztaná fel, vesztene mindene a fiain és a lányain kívül, és őt magát adják el. Tehát még elveszik a vagyona és a szabadsága, és tehát ez egy borzasztó nagy veszteség. De ha ártatlant akasztana fel, adjon 110 penzát, és adja vissza a felakasztott minden vagyonát. Tehát én azt gondolom, hogy ezt végigolvasva nem kétséges, hogy inkább a kevésbé indokolt esetekben is, vagy a kétséges esetekben is inkább a szigor fele kell hagyni. Tehát megint arról szól, hogy a társadalom az megint a szegényebb és a vagyonosabb rétegek közötti differenciálódás a 11. században tovább folytatódott. Ez egy könyvből van, amit a végén mutatom talán azt is, hogy milyen könyvből másoltam ki. A saját reakcióm ez a kis ábra. Tehát arról szól, hogy megint talán a felső részét lenne érdemes nézni, ugye ahol a szabadokról van szó. Tehát a szabadok közé tartoznak talán egy kicsit, akkor most lehet, hogy megismerte az ábra azokat, amit eddig mondtam. Tehát itt látszik talán itt a századokban történt változások is, tehát itt a
talán ott az első ábránt, a 11 oszloknál a 11. századnak a viszonyairól beszéltem eddig, és ugye ott a Lászlónál már ugye a Majorész mellett már a Principész is ott van, és akkor a 12. században ott még ezek még mindig futnak, de már megjelenik a Nobilész is. Tehát ugye szépen lassan, és igazából, amikor nemességről, Nobilészekről lehet beszélni, az már a 13. század, tehát még azt gondolom egy kicsit, az alantúra telekacsikatva, tehát akkor oda fogunk eljutni. Tehát akkor itt az alsó rétegét is hát lehet látni a társadalomnak. A következő, ez megint egy hasonló ábra, amiről beszéltem már, tehát itt az ispánnak a feladatait próbáltam összefoglalni. Talán az ábra arra is ugye, hogy van katonai, gazdasági, végrehajtó feladata és bírói hatalma, ezek nem válnak. Hát a középkorban egyáltalán csak az Árpád-korban később sem válnak el. Majd valami változni fog, majd pontosan ott majd a 13. századnál látjuk, hogy amikor ez a megyeszervezet átalakul, akkor a gazdasági feladatot valaki más át fogja venni, a gazdasági katonai feladat az továbbra is megmarad, de ott is azért majd más tényezők is be fognak lépni. A bírói hatalomnál ott is a tisztségeknek az igazságszolgáltatása differenciálódni fog, de adott esetben, tehát itt az ispánoknak a feladatköre az elég differenciált képletet mutat. Hát itt egy nagy ugrást szeretnék tenni, és itt felsoroltam sok mindent, aki tudja, fussa végig ezeket a pontokat, hogy mi történik Szent Istvántól Kálmánig. Ha akarjuk, akkor talán az Árpád-kornak a 3 évszázadát egy kicsit lehetne olyan szempontból is korszakolni, hogy ez a fajta, tehát a barbár társadalomtól a keresztény társadalomnak a differenciáltsága Kálmán idejére alakul ki. Talán azt is, azzal is alá tudnám ezt támasztani, ugye, hogy Szent Istvánnak van 2 törvénykönyve, Lászlónak van 3, abból lehet, hogy egy kicsit valamelyik korábbi, vannak törvények, tehát ott valahol az András korában is születnek paragrafusok, csak ugye ezeket nagyon nehéz szétválasztani, és Kálmánnak is vannak törvényei. Utána pedig azt mondja, hogy a 12. században ezek működnek, és a következő, ami törvény oklevél formában, de törvényként majd megérkeznek, az aranybulla lesz majd a 13. század elején. Tehát az a korszak, amit ilyen intenzív törvényalkotással szabályozni kellett, az a Kálmán korszakában lezárult. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az a fajta társadalmi tavolódás is, a kereszténységnek, tehát itt már pogányság nem lesz többé probléma, tehát olyan szempontot tudunk találni, amire azt mondható, hogy a Kálmánkor az egy korszak határnak minősül. Most ebből a sokféle dologból, tehát rengeteg minden történik, amit én ott kiemeltem, és egy kicsit szeretnék, hogy beszélni megint a király és az előkelők, a király és a közvetlen környezetek, a király és az irányítóknak, vagy a körülötte lévő intézkedőknek, vagy a hatalomba beleszólóknak a csoportjáról. Amit kiemeltem, az a hercegség és nek a problémája. Ugye a hercegnek a dux, tehát most én ott latinul is ott tetszenek látni, a királynak és a hercegnek a viszonya. Tehát azok olyan, számtalan olyan eset előfordul itt a 11. század második felének, és még Kálmán korában is, amikor azért az éppen uralkodó király mellett azért másnak is vannak ilyen ambíciói, és úgy látszik, mintán hát katonai események és csaták is történnek, tehát nyilván mind a két félnek lesznek támogatói, még akkor is, hogyha én azt nem tudom nevesítve felsorolni. Tehát itt egyetlen egy esetet emelnék ki, a kép az biztos, hogy ismerős lesz, ez az úgynevezett korona és akkor jelenet, az a képes krónikának az ábrázolása, és akkor emlékeztetőnek mondom, de nyilván ezzel mindenki találkozott általános és középiskolai tanulmányai során. Ugye a képnek a bal oldalán ott látjuk az ágyban fekvő beteg András királyt, mellette ott a szintén koronával a fején egy gyermeket, ugye ez a későbbi Salamon király, akit még életében megkoronáztatott, és akkor itt mellette ilyen piros fejkel a fejét, ugye ez nem korona, ez ő pedig a Béla, aki szintén ugye Andrásnak a testvére, aztán ő is király lett egyébként, mert ugye az ő fia lesz majd utána a későbbi leszármazotta, és ráadásul ez a kép, ez nagyon-nagyon
nagyon sok, hát nem furcsa, én azt gondolom, mert nagyon sokszor sok mindent egybesűrít, hiszen az is ott van, hogy a Géla kétszer szeretne rajta testet megnézni, mert egyszer ott van még, ugye, és a szövegből tudjuk, hogy az történik, hogy amikor hívja a beteg András, mert beszélni akar a testvérével, akkor jön, érkezik, és az ajtón álló figyelmezteti, hogy a kardot válassza, ha kedves az élete, ugye innen jön a, hát ez a krónika szöveg, tehát aki az ábrázolás a szöveghez készült, természetesen a krónika szövege korábbi, a képes ábrázolás az pedig a 14. században készült, amikor a képes krónika kódexét előállították. Tehát mindenképpen ugye itt van a Béla, és akkor hogyan osztják meg egymással, ugye? Tehát meg egy picit emlékeztetőnek mondom, hogy András király ilyenfelől érkezik haza, ugye itt az Abba Sámuel és Orfeó Péter utáni sok-sok zűrös év után, és akkor azt látjuk, hogy jönnek sorban német támadások, és hazahívja a Béla herceget, a testvérét, aki Lengyelországból érkezik vissza, és együtt aztán ugye ez a Buvárkon története is ismerős, tehát sorozattal visszaverik ezeket a német támadásokat, tehát egy nagyon sikeres együttműködés van. A probléma akkor kezdődik, amikor ugye a trónutódlás előkerül. Hogy miért is van megkoronáztatva az a gyermek, ugye a későbbi Salamon király? Hát a kétféleképpen a krónikánk sem egyértelmű, az egyik helyen azt olvassuk benne, hogy a gyermek Salamont Béla, és ugye neki már felnőtt fia is vannak, ugye a későbbi Géza király és a Szent László is, tehát hogy a fiai beleegyezésével történt a koronázás, csak utána mindenféle ármánykodok itt viszágszítottak kettő között. Aztán másik helyen pedig azt mondjuk, hogy hát az András király, vagy azt olvassuk, hogy az András király ugye megígérte, aztán végül is most egyszerűen és talán kevésbé szépen fogalmazok, ugye hát becsapta a testvérét, és ugye hiába ígérte meg, mégiscsak a fiának adta. Most hát ugye legyen, tegyünk itt igazságot, hogy mi is történik. Hát nyilvánvalóan, miután az Andrásnak csak ez az egy fia van, Salamon, neki meg utódai nincsenek, tehát a későbbi királyok ugye a Gézának, nem is a Szent Lászlónak, hanem a Gézának a leszármazottaiból fognak kikerülni, tehát nyilvánvalóan ez a kommunikás szövegre rá fogja mondani a bélyegét egész. Másrészt pedig, hogy egy kicsit jobban megvizsgáljuk ezt a történetet, hát egy ilyen nagy összetűzés után, amik ugye a német-római császársággal történnek, és a kényiság visszaveri Magyar Királyság ezt a támadást, hát azért békét kell megkötni. És valóban békét is kötnek. Most a békekötés, és talán ezért mutattam ott, vagy ezért is mutattam itt a királynékat az első diák egyikén, mert hogy a békekötést mindig egy dinasztikus házasságban pecsételik meg. Most igazából, tehát ez a gyermek, és a gyerekek között is, tehát igazából ugye a jövőbeli házasságnak az eldöntéséről is szó van, tehát az is belefér ebbe a történetbe. Tehát a Salamont és a német-római császárnak, aki akkor éppen a negyedik Henrik, testvérét eljegyzik egymásra, mindegyik még gyerek. Na de igen, azt gondolom, de valamilyen, ha mondjuk a másik oldalról gondolkozunk, akkor a császár fejével, vagy szemlélettével nézve, hát valami garancia kell arra, hogy ebből a gyerekből tényleg király lesz, mert azért másnak nem adnak feleségül egy császár leány, és hát megkoronázzák. Tehát én azt gondolom, hogy magyarázható és védhető, és igazából az a jog, amit a Bélától, tehát a másik, az a későbbi krónikának, hát talán egy olyan csavarja, ami az akkor regnáló uralkodó szempontjából logikus, de nem feltétlenül valós. Tehát akkor itt ugye ez az egyik ilyen korona és kard történet, ami aztán utána a 11. század második felében több felvonásban zajlik, mert és Salamon meg Szent László között is még összeütközés van, és így tovább, tehát nem olyan egyszerű a történet, de mondjuk ez a fajta, megint, hogy nem egészen egyértelműek a viszonyok, és többen is szeretnének a magyar trónra kerülni, hát ezek ilyen szituációkat teremtenek, és sokszor, amit a krónika szövegben olvasunk, az egy hólapos magyarázat, és nem feltétlenül a korabeli valós eseményekből indul ki. A királyi udvarból akkor visszatér megint a környezetre, tehát nyilván, hogy itt is ebben a küzdelemben is azért vannak mögöttük, tehát amikor hadsereggel találkozik, két hadsereg talán találkozik egymással, akkor nyilván nem a király és a ketten vívnak egy pár bajt, hanem azért ott csata van.
csak nem tudjuk, hogy kik vannak mellette. Ahol tudnánk megint megnézni egy kicsit jobban, hogy kik is vannak ott körülöttük, tehát a királyi udvarban, tehát ez nem a királyi tanács, nyilván ezek a személyek, akikről szólok, belekerülhetnek a királyi tanácsban is, de vannak kiugró, nagyon fontos kisképviselők. Hát az egyik ilyen, akiről már a 11. században tudunk, ez ugye a nádor. Nádor, akit ugye latinul ez a Palatinus, és ugye a Palatinus név az nekünk ismerős, hiszen később aztán ez átmegy a magyar nyelvbe. Miért is ilyen fontos? Hát azért, mert hát vannak fontos királyi központok, ugye Székesfehérvár is az, de az nem azt jelenti, hogy a király állandóan itt van. Nem azt jelenti, hanem azt látjuk azt, hogy a például nagyobb egyházi ünnepeket akkor valamelyik püspöki székhelyen tölti, vagy amikor hadakoznak, akkor éppen ott van. Most nekünk erre nincsen megfelelő olyan szakszavunk, amivel ezt le lehetne írni, mert azt mondja, hogy utazó királyság, akkor nem hiszem, hogy ez egy mindenkinek ugyanaz a kép jutna az eszébe. Németül ezt úgy mondják, hogy Reisekönigtum, ami egy ilyen terminus technicus, tehát a királyság mozog, a királyi udvar mozog, és tessék elképzelni, ugye azt, hogy ez királyi udvarnak ezt a folyamatos mozgását, akár az ünnepek miatt, akár a hadjárat, akár bármi miatt van, ezt meg kell szervezni. Ugye etetni kell az embereket, etetni kell ugye a lovakat, amivel közlekednek, és így tovább. Na most ez a nádornak a feladata. Tehát nem életben, hogy ez egy kulcspozíció, ez egy kiemelkedő szerephez fog járulni, és azt látjuk, hogy a 11. század végére nem csak ezt a hétköznapi feladatot kapja meg, hanem igazságszolgáltatási jogkört is kaphat egyelőre a királyi udvarban. Aztán utána azt látjuk, hogy a 12. században már a királyi udvaron kívül is, és eljutunk a második András koráig, amikor látjuk, hogy országos hatásköre van. Ugyanígy a másik, a 12. században jön elő, tehát itt van egy udvarbíró. Udvarbírónak nevezzük, aztán azt írtam, hogy országbíró. Megint a kettő között a tulajdonképpen egyiségről beszélünk, csak a hatásköre lesz más. Azzal jelenik meg, hogy amikor a nádor elkezdi járni az országot, mellette ugye kell, hogy legyen valaki, aki mindig ott van a királyi udvarban, tehát megjelenik az udvarbíró, és idővel az udvarbírónak is lesz országos hatásköre, tehát országbíróvá fog válni. Tehát tulajdonképpen a királyi udvarban fontos feladatot teljesítve keletkeznek ezek a kiugró pozíciók, és ugye aztán majd az aranybólában majd azt látjuk, ugye, hogy a király udvar bírája meg a nádor, tehát ezek a legfontosabb tisztségek közé tartoznak. Illetve a 13. századnál mondanám, hogy itt jelenik meg először, nem biztos, hogy akkor jelen van, vagy nevezik ki az uralkodó az első tárnokmestert, amikor írásban tudunk is róla, de minden esetre valóta a 13. század elején a tárnokmester, aki nyilván a királyi udvarnak a jövedelmeit fogja majd kezelni. De hogyha egy kicsit azt látjuk, és akkor itt a jobb oldal, tehát itt vannak jelentős udvari méltóságok, és vannak országosak. A kettő az nem ugyanaz lesz. Tehát megint a királyi tanácsban ott van, tehát lesznek kulcs szereplők az előkelők között is. Tehát ugye nádor is hát valakit kinevez az uralkodó, de hát semmiféle kötelem nincs, hogy mennyi ideig tölti be valaki ezt a méltóságot. El lehet tőle lenni, másnak átadni, tehát megint ez az uralkodónak a joga lesz, de alkalmas arra, hogy nagyon fontos, hát hogy mondjam, jövedelmeket is tud vele szerezni, és pozíciót. Bocsánat, itt az előbb a Kálmánnál átugrottam, de talán még nem késtem el vele, hogy mondjam, ugye az ispánnak nagyon fontos jövedelmei vannak, beszedi az adókat, és akkor a kálmánkori törvényekből tudjuk, hogy amit egy megyében összegyűjt adót, abból az egyharmad az övé. Az övé nem akárhogyan, mert minden, és ugye egy pénzről beszélünk, mert ugye van, ha feltennék a kérdést, akkor pontosan a pénzviszonyokkal, meg a kereskedelemben, hogy állunk erre, nagyon-nagyon keveset tudunk akkor a időszakban, de egy biztos, hogy vannak vásárok, és abból származik jövedelem, amiket adóformájában az ispán begyűjt, mert ezeket elviszi a király udvarban leszámolja, és utána lehet belőle kivenni az egyharmadot. Ez is nagyon szépen pontosan szabályozva van a kálmánkori törvényekben. Tehát nyilvánvalóan, akkor láttuk, ugye felolvastam azt a törvényt, az igazságszolgáltatásban is származik bevétele annak, aki ennek közreműködik, de hát ezek a tisztségek igenis alkalmasak arra, hogy valamiféle, hát úgymond pénzbeli jövedelmet is szerezzenek maguknak. Azzal együtt persze, hogy a
ha jól nézik a dolgukat, akkor nyilván bírókat is fognak vele kapni. Tehát itt a, tehát és megjelennek itt udvari tisztségek, vannak meg országos tisztségek, mindegyik nagyon fontos, talán azt lehetne mondani, hogy az udvari tisztségek azok talán a kisebbek, és akkor onnan egy ilyen, tehát ugye a ranglétán előre haladva lehet eljutni az egyre fontosabb, vagy jövedelmezőbb tisztségek felé. Itt a Kálmánnak, a könyves Kálmánnak a képes kronika beli ábrázolását mutatom, és itt a, nagyjából megint a 12. századra próbálok így egy áttekintő eseménytörténetet adni, nyilván sok mindenről nem tudunk beszélni, de talán a Kálmántól kiindulva, és itt a század végéig azért néhány olyan dolgot ki lehet emelni, ami megint csak rávilágít arra, hogy azért az uralkodók és a velük való, illetve az uralom körüli konfliktusoknál ott azért az előkelő bizonyos csoportjainak is szerepe volt és van. Hát itt a Kálmán és Ámosról talán annyit mondanék, ez is egy ilyen Rex és tehát király és herceg közötti konfliktusok sorozata, ami ugye azzal végződik, hogy amikor hát a trónutódásra kerül sorot egyetlen fia van, aki megéri ott a felnőttkort Kálmánnak, ez a második István, hogy biztosítsa az egyenes, vagy hogy a sima hatalom átadást, megakítja az Álmost és a gyermekét is, aki a Vagbéla király lesz később. Tehát innen indul a konfliktus, és ez gyakorlatilag a 12. századnak az első kétharmadát végig fogja kísérni. Ott szerepel, tehát Istvánnak ott feltüntettem, tehát ő átveszi a hatalmat, viszont neki utóla nincs. És akkor ott van ez a Boris herceg, akiről nem tudom, hogy tetszettek-e hallani, ő egy nagyon, hát nem nagyon ismert figurája az Árpád-kornak általában, viszont egy nagyon szívós küzdelmet folytat, mert ő szeretne magyar király lenni. Ez a Boris herceg Kálmánnak a második házasságából származik, csak ugye azt olvassuk róla, hogy ezt a feleségét a Kálmán haza, ez egy kijevi hercegnő volt, és a Kálmán hát időskorban vette már el, amikor megözvegyült, és hát visszaküldte, és amikor visszaérkezett Kijevre, ott szülte meg ezt a Boris herceget. A neve is egyébként erről tanúskodik, Boris a kijevi uralkodó dinasztiának a legelső szentje, az egyik legelső szentje, tehát nem akármilyen nevet kapott. És aztán úgy eltűnik a képből, és akkor jelenik meg, amikor meg a Vagbéla, tehát a második István után a Vagbéla kerülne a trónra. Ami egy kicsit, hogyha belegondolunk arra, hogy ki az, aki alkalmas uralkodásra, a Vagbéla megjelenése tulajdonképpen minden korábbi elképzelésnek ellentmond. Ugye tessék belegondolni, a gazdút azért ugye forró ollom és megvakítás, hogy az érzékszerveit használhatatlanná tegyen, mert aki nem lát és nem hall, az önálló információs szerzésre képtelen, tehát ki van szolgáltatva a tanácsadóinak, tehát nem alkalmas az uralkodásra. Most a Bélának, ahogy csak most ezt idézőjelben mondanám, tehát ugye csak a szemevilága hiányzik, de hát ez önmagában ez is elegendő ok lenne. Viszont, és ott van mellette megjelenik ez a Boris, akiről ugye megint azt mondjuk, hogy kétes származású, mert hát a jó így tudja, tehát a krónika rögtön kihúzza alól a talajt azzal, hogy azt mondja, hogy ugye házasságtörésben született, mert és azért küldte vissza a második feleségét a szülői házba, Kálmán király. És vagy itt volt, vagy nem így volt. A kérdőjel az azért fogalmazunk, vagy azért gondolom, hogy mindjárt hozzáteszem a kérdőjelet is, mert ezt a történetet már sokkal később, tehát évtizedekkel később írják le, akkor, amikor valóban a törvénytelen származás az egy, mert hát van törvényes származás, uralkodom, mondjuk a Vagbélának a gyermekei, azok ugye királyi családból, királyi vérből folyamat születtek, tehát hozzájuk semmiféle kétség nem fér. A Boris ahol ezzel úgymond hát a jogosságát, az uralmának a jogosságát meg lehet kérdőjelezni. Tehát viszont sok kellemetlenséget okoz, és hogy az előkelőkhöz mi közel van, hát a következő. Amikor második Béla, ugye vak uralkodóként trónra kerül, mert ha ő nem, akkor ott vége van az Árpád házuralmának. Tehát ott azt gondolom, hogy a nagyon sok választási lehetőség nincsen. És van egy bizonyos aradi gyűlés, amiről azt mondja a megint szép történetet mesél a képes krónika,
hogy az aradi gyűlésen, meg ugye nyilván királyi tanács biztos, meg aztán, hogy hányan vannak ott, azt nem tudjuk, csak van egy beszédes szám, a királyné, a Bélának a felesége felteszi azt a kérdést, hogy kik a bűnösök abban, hogy király urunknak elveszett a szeme világa. És hát ott kapás valamit, tehát olyan az események részletezése nélkül, csak annyit közöl a szöveg, hogy 68 előkelőtt azonnyon van ott nekik voltak, tehát nyilván akik ezt bűnösnek találtak benne. Tehát nyilvánvaló voltak ellenzői. Hát hogy ez a 68, akkor 68, hogyha csak a fele, akkor is elég sok. A következő, amit írtam, ott van egy sajómenti csata. Erre meg azért kerül sor, mert ez a Borisz elég nyughatatlan, és össze, tehát ott a lengyel rokonság volt, mert ugye onnan vannak ilyen szálak is a dinasztiában, ott kap egy támogatást, és egy hadsereggel megjelenik. Ugye a Sajó tudjuk, hogy hol van, Lengyelország felől jön, és a csatába indulva a király megint összehívja a tanácsot, és megkérdezi, hogy a Borisz az most fattyú-e, vagy pedig a Kálmán királytja. Nos, aki nem ad egyenes választ, megint van egy következő leszámolás. És ebből megint csak azt gondolom, hogy az látszik, hogy hát vannak támogatói azért ennek a Borisznak, és akkor a kérdőjel, amit az előbb gondolatban feltettem, az megint csak lehet, hogy indokoltá teszik. És akkor van a csata, és akkor mikor a csata egyébként a Béla győzelmére végződik, de a csatáról megint leírják azt, hogy vannak, nem tudni, hogy hányan, akik a Bélá cserben nagyba átpártolnak a Borisszhoz. Tehát még a kettő ilyen drasztikus leszámolás után még mindig vannak olyanok, akik még a Bélával szemben ezt a bizonyos Boriszt szerették volna támogatni. Tehát megint van egy, nem tudom megfogni, és nem tudok neveket mondani, nem tudok számokat mondani, de látszik azt, hogy három ilyen elég komoly leszámolás is, hogyan erre van szükség ahhoz, hogy a Béla megszilárdítson sokanál. És akkor a Borisz még mindig folytatja, tehát amikor meghal a Béla, és a kiskorúként kerül a második Géza uralom, rögtön megjelenik megint a Borisz, most a nyugati irányból, most az osztrák területen próbál segítséget szerezni, elfoglalja Pozsonyt, aztán ott is vesz egy kis csata, tehát kifogja a második Géza és a környezetesen küzdni onnan, de visszajön egy év múlva, jön a francia sereg, ugye a keresztes hadra vonulnak, megint ott felbukkan a Borisz, és akkor a végén pedig ott a bizánci háborúban, tehát a bizánci oldalról is megkísérli ezt, tehát én azt gondolom, hogy hát nyilván a támogatóinak a köre az egyre fogy és egyre kevesebb, de minden esetre azt lehet mondani, hogy az első körben, ott a 30-as évek elején, ott még lehet, hogy nem is lett volna esélytelen, ha nincs mögötte ez a hát nagyon határozott beszámolás. Hát itt a kicsit folytatnám, itt látják ezt a kormányzati struktúrát hozom elő, tehát nem tudom, hogy mennyire sikerült megjegyezni a 11. századot, a 12. század nyilván bonyolultabbá válik, de megint itt próbáltam jelezni itt oldalt, bocsánat, talán ezzel próbálom mutatni, itt ezekkel kicsit kaotikusnak külön nyilakkal, ugye, hogy hát ezek a funkciók, ezek keverednek, tehát itt megjelenik, ugye itt a, és akkor a 12. században folyamatosan megjelölt tisztségeket, mondanám ugye az erdélyi vajda. Vajdát ismerünk a 12. század elejéről egyszer, aztán utána sokáig semmit, és valahol a század utolsó harmadáról tudjuk folyamatosan a kinevezett erdélyi vajdákat. De ugye ott is vannak megyék, vannak ispánok, de rájuk épül az erdélyi vajda, akinek ugyanúgy van gazdasági, igazságszolgáltatási, bírói hatalma, katonai, tehát tulajdonképpen mindenféle hatalomban felruházza, mint egy ispán, és ez egy új területi hatalom, tehát egy több megyét átfogó. Ugyanilyen lesz a horvát, szlavon, dalmát, bán, hát egy kicsit furcsa módon írtam oda, mert ez a háromféle, ez ahány kombinációt fel tudunk sorolni, ugye, hogy horvát, szlavon, horvát, dalmát, és így tovább mindenik formában előfordul. Tehát ez a tisztség majd a 13. századra fog kialakulni, vagy kifordni, talán azt lehetne mondani, és akkor szlavonvánnak fogjuk mondani, de mindezt magával fognak foglalni. És harmadik Béla idején pedig megszerveződik a kancellária, ami az írásbeliségnek egy fontos mérföldköve. Tehát ettől kezdve ugye a harmadik Bélát is szoktuk idézni egy oklevelét, ahol hogy ne felejtődjék el, ugye az a királyi intézkedés, hát
írásba foglaltatja a királyi döntéseket, ez nyilván az adományokra érvényes. Most a kancelláriát és nyilván az írástudás miatt ez az egyházi kézbe kerül, itt az óbudai prépos, meg aztán az esztergomi érsek lesz, aki a kancellár feladatát, a funkcióját el fogja tölteni, mert hát az ő stábja, talán szabad így mondani. Viszont a másik kettő az világi tisztségeket jelöl. De egy harmadik pillanatban még mindig ott tartunk, és hogy a királyi hatalom az miért is olyan erős, tehát tessék megnézni, az a birtokelosztás, amit ott felvetítettem, tehát a 70%, van egyházi birtok, van világi birtok, van kisebb, nagyobb, mindenféle, de azért a 70% még mindig a királyi birtok. És itt van a harmadik pillanatban érdekes, itt maradt az egyetlen az Árpád korban egy olyan jövedelem összeírás, amiből tudjuk azt, hogy ez a bizonyos utazó királyság, hogy az udvar, az körbejár, minden ispán, mind évente vendégül látja a királyt legalább. Ez pedig más nem jelent, mint hogy valóban a király udvarmozó, és akkor hozzátenném, hogy szükségszerű, hogy így legyen, hiszen a megtermelt élelmeket nem szállítják, hát nincsen olyan raktár, nincsen olyan útviszony, nem tud, hanem egyszerűen mennek körbe, és felélik azt az élelmet, ami az egyes megyékben felhatkozott. És felvon sorol, hogy a király, meg még mi mindent kap az ispántól, a király, meg a királyfiak, meg a királyné, és így tovább. Tehát ez a jövedelem összeírás fontos, és ugye hát itt van még a 72 ispán mellette, tehát valóban a királyi birtoknak, tehát az ország nagy része az még mindig királyi birtok lesz, és valahol ez majd ott fog ott a 12. század legvégén és a 13. század elején fog majd megváltozni. Akikről beszélni kell, ugye ott az első dián is valamelyikén feltüntettem, ott amikor a születésüknél fogva, meg a méltóságuknál fogva nagyobbakról beszéltem, hogy volt egy harmadik csoport is, a jövevények. Most itt a jövevényeket a képes túlnika felsorol. Nyilván nem mindent, de elég sokat. És akkor itt ez a lista azt mutatná, ugye, hogy érkeznek személyek, akikről aztán azt tudjuk, hogy később már nemzetségekként jelennek meg. Tehát nyilvánvalóan az történik, és egyikéről másikáról leírja azt is, hogy ugye ide jön egy-egy személy, tehát ugye, hogyha összeszámoljuk, ez ugye nem sok, tehát létszámát tekintve, viszont hát itt maradnak. Ugye, mivel nincs rokonságunk, tehát egy út van, a király szolgálatába kell állni, a királynak valami olyan szolgálatot tenni, amivel valamilyen birtokadományt tudnak maguknak szerezni, illetve följelentik, hogy beházasodnak a magyarországi elitbe, és úgy jönnek létre a nemzetségek. Tehát tulajdonképpen ezekkel a jövevények, a Gizelláról szoktuk tudni, azt gondolom, mert szinte mindenki tudja, hogy egy Gizelláról ugye érkeznek, és ott valóban az elején ott van, tehát Gizella királynéval érkezik, ugye ez a Hermann nevű személy, akiből lett egy nemzetség, illetve Szent István korában tudjuk a Bencelint, aki a Koppánynak a legyőzésében már szerepet játszik. Akkor a Hontpáznánynál pont az első megyénk, és nyilván az Ispánnak a őtőlete személyévi eredetű az Ispánságnak a neve, és így tovább. De ha nézzük a sort, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy folyamatosan, tehát a királynék, és nem gondolhatok más, ugye hát a királynék nem egy számmagukban érkeznek ide, hanem egy kísérettel. Most valamikor maradnak itt, és akkor itt az Imre király Aragóniából származó feleségével tudjuk, hogy jönnek még udvarhölgy is jön, akik majd itt fognak férhez adni. Tehát látjuk azt, hogy azért tehát nem személyekről beszélünk, de mögöttük azért valamilyen csoportot is, vagy néhány szemét lehet sejteni, és akik itt megmaradnak, és magyarországi nemzetségek származnak belőle. És ez azért nagyon fontos, mert nyilvánvalóan, hogy ez nem az én gondolatom, ezt már a Fügedi Erik már olyan évtizedekkel korábban leírta, hogy tulajdonképpen, amit nagyon rosszul látunk, és a végeredmény az valahol ott a 12. század végére jelentkezik majd, hogy ugye folyamatosan érkeznek innen-onnan, beházasodnak, tehát valahogy ez a magyarországi elitet is formálja a gondolkodásában, egészen biztos, csak erre aztán nincsen forrás, amiből lesz, ezt megragadnál. Tehát beházasodnak a magyarországi elitbe, a leszármazottaik nyilván viszik magukkal ezt a fajta származástudatot és a múltat, meg viszik magukkal a magyarországit is. Ugye azért a női ágnak is nagyon fontos szerepe van, úgyhogy ezek ilyen több számból és sokféle hagyományból összegyúrt elit alakul majd ki a 13. századnak az elejére.
És akkor érkezünk el a második Andráshoz, és akkor ez szintén a Fügedi Eriknek a szava, amit én ott használtam, hogy fölcsúszamlás következik be. És ezt a fölcsúszamlást nem másra értettem, mint hogy az a nagy százalék királyi birtok, ami 70%-ot jelentett még a harmadik Béla időszakában, ezek az arányok kezdenek megváltozni. Most én azért attól mindenkit óvnék, hogy ne gondoljuk azt, hogy egy-kettőre mindent eladományoz az uralkodó, és akkor betevő falatja sem marad, mert azért ez messze nincs így. Viszont, mert valahogy a köztudatban mindig az, hogy egész megyéket nem adományozunk el, ugye ezt a tiltást fogalmazódik meg. Hát azért a megye, és gondolom a jövő alkalommal Zsoldos Attila el fogja mondani, mert ő rengeteget írt erről, ugye mi mindent jelenthet egy megye nagyságrendileg, és határvármegyéktől kezdve, amikor amikor a megye az csak egy várat és a közvetlen részét jelenti, tehát nem szabad vizionálni mögé egy egész királyi vármegyét, mert ilyen eladományozásra tulajdonképpen semmiféle információk nincs. Sok birtokot ad, kétségtelen tény, de azért a királynak a királyi bevételeket és az egzisztenciát azért teljesen nem felrúgni, mert azért a királyi udvar működőképessé válik ezzel, ennek ellenére. Most itt, amit a második András megfogalmaz, az egy oklevélből származik, ott van ez az új berendezkedésnek nevezett, ugye ez latinikus, vagy új berendezkedésnek, vagy új intézkedésnek is szokták fordítani, hogy mit is ért alatta. Tehát itt megjelenik, és akkor két oklevélből vettem azt az idézetet, az egyik, hogy az uralkodó számára az adományozás legnagyobb mértéke a mértéktelenség, hogy egy kicsit furcsán hangzik, tehát tulajdonképpen korlát van. Tehát, hogy mikor, kinek, mit ad, senki nem korlátozhatja, senki nem ihatja elő a királynak. Ez tulajdonképpen ez a mértéke a mértéktelenség, ez valahogy ezt fejezi ki, nem pedig a, tehát a kicsit, akkor is, hogyha a számunkra furcsán hangzik. A másik, amit egy másik oklevélből, hogy ami fontos, hogy bizonyos főembereink tanácsára megváltoztatván földünk állapotát, várakat, vármegyéket, földeket, egész bővelkedő Magyarország többi jövedelmét örökölhető örökbirtokként váróinknak és vitézeinknek szétosztottuk. Most itt már várószó is kezd szerepelni, ez a 13. század elején jelenik meg ez a szó, a magyar okleveles anyagban, és itt tulajdonképpen itt már én mondtam, hogy itt már a 12. századé valóban nemességről, tehát nobilészről lehet beszélni, ez is differenciált lesz, és ugye itt a legmagasabb polcra a bárókat értjük, tehát a legfontosabb személyeket, tehát itt a bároknak a tanácsára. Most itt, ami miatt fontos, hogy egyszer miért pont a második András fogalmazza ezt meg, miért pont ő kezdi ezt el, miért pont itt következik be ez, amit itt a Fügedi Erik ilyen földcsúszamlás jelenségeként írt le. Hát valószínűleg ugye egyrészt azért az a valami történik, és ezért hoztam oda ezeket a jövedény nemzetségeket, hogy nyilván másfajta szemléletmódot is hoznak gyakorlatot, ami teljesen sötétben vagyunk ez ügyben, mert ezt nem írják le. Ez valahol abban fog majd megjelentkezni, hogy bizonyos főemberek azt fogják tanácsolni az uralkodónak, hogy kezdjen egy nagyobb mértékű adományba, ami ténylegesen be is következett, de hogy most ki az a főember, honnan jött és miért pont akkor, tehát itt megint az a kérdésünk az millió lenne, de hát nincs olyan adatunk, ami alapján ezt meg tudnánk válaszolni. Viszont amit itt kivastagítottam, hogy jure per petu, ez egy örök jogon adta oda, ez egy nagyon fontos kifejezés. Ugyanis, hogy hogyan lehet a földbirtokot, tehát a királyi adomány útján arra, amire szertettek földbirtokot örökölni, azt egyszer a Kálmán király szabályozta. És a Kálmán király szabályozásában az volt benne, hogy a Szent István, ugye, ami mindennek az etalonja, a Szent Istváni döntés és rendelkezés, hogy a Szent István által adományozott birtokok azok a nemzetség egészére. Tehát ugye amíg a nemzetségnek élő férfi tagja van, addig ugye van örökös és öröklődik. Ha viszont meghal, tehát kihal a nemzetség, akkor a birtok visszaszáll a királyra. És a nemzetség az egy igen tág fogalom, és a Kálmán úgy rendelkezett, hogy a későbbi, tehát a Szent István utáni uralkodók adományai, azok apáról fiúra, esetleg a testvére és az unokaöccse, tehát egy nagyon szűk családi öröklődési kört rajzolt meg,
a későbbi adományokra. Tehát nyilván a szentost, a kettőt azt megkülönböztették, és hát ezekből, tehát hogy kinek mire van joga, hát ez nyilván ez megint egy csomó hát gondot is jelentett, meg vitát is eredményezett, de mindenképpen volt kétféle. Tehát ennek az lenne a lényege, ugye, hogy a későbbi adományok, ugye, amikor nincsen valakinek fia, hát ez könnyen előfordul, mert ugye hadakozás van, meghalnak, és így tovább, meg ugye elég nagy a halandóság, rövid az életkor, és így tovább. Tehát ilyenkor visszaszáll a birtok a királyra, és vele adományozható lesz. Tehát van egyfajta bizonyos körforgás. Most ez nem mondja a második adás, hogy ezt megszünteti, de az, hogy Jure per Petuo, tehát örök jogon odaadja, ez nem más jelent, mint hogy tulajdonképpen ezek az adományok, ezek éppen ugye a nemzetség egészét fogják megilletni, tehát amíg a nemzetségnek élő férfi leszármazottja van, addig ez a birtok nem fog visszakerülni. Tehát lassabb lesz a királyra való visszaháramlása a birtokoknak ezáltal. Tehát mondjuk a fogyást az ez is eredményezi, nem csak az, hogy itt mennyiségi növekedés van, hanem más jogon fogja adományozni, és ez az örök jogon, ez egy, valóban ez egy második andráskori kifejezés lesz. És akkor nyilván vannak következményei, tehát hogy egy körben, akik részesülnek az ilyen birtokban, azok nyilván a királyhoz való hűségben szilárdabbak lesznek, akik meg nem, azok némileg elégedetlenek is lesznek. Tessék például ugye akár a Gertrudis-féle meggyilkosságra gondolni, kikényszerítik a gyermek későbbi negyedik Bélának a megkoronázását már 8 éves korában, tehát azért sok olyan úgymond kellemetlenséget is tudnak okozni az uralkodónak azok, akik elégedetlenek. Másik itt következménye az lesz, hogy az uralkodónak a pénzügyeit valamilyen módon szigorúbban fogják kezelni, és akkor itt jön az, ami ellen aztán az egyház tiltakozik, hogy ugye megint nem az előkelőket próbálja megbízni, hanem itt jön, hogy zsidók, izmaeliták is kapnak megbízást ugye királyi jövedelmeknek a behajtására, mert nyilvánvalóan ők valahogy jobban függnek a királytól, mint mondjuk azok az előkelők, akiknek azért megvan a maga nagy családi, rokoni háttere, és adott esetben a királya szembe is tudnak fordulni. Elnézést kérek, lehet, hogy már sokat beszéltem, de még néhány, hogyha bírják türelem, mert akkor van még néhány diám. Hát itt ezt megint nem olvasom fel, összeállítottam egy listát, hogy kik azok a haszonélvezők, ugye, akik kapják. Hát most, hogyha látnak, akkor itt vannak ismétlődő nevek, ami talán magyarázatként annyi kell, ott van például a 16 és 20 közötti oszlopnak a tetén, ott van Kán, az az NB, az azt jelenti, hogy nem beli, tehát a nemzetséghez való tartozását fejezi ki. Tehát, hogy melyik nemzetségből származik, ugye ezeknek nevek nincsenek, tehát kinek a fia vagy milyen nemzetségből származik, ezeket szokták feltüntetni. Tehát vannak visszatérő nevek, ez a Kánnembeli Gyula, és hogyha végig tudják futni, akkor megjel, akkor többször előfordul, több kisségben előfordul, vagy az apot fia Dénes, akit egyszer ott látunk föl, mint Nádornak, aztán utána tárnok mesterként látjuk itt lejjebb. Ezek ugyanazok a személyek, tehát cserélődnek a kisségekben, tehát nagyon szűk ez a kör. Tehát, hogyha most összeszámoljuk, hogy nagyjából ez egy tucatnyi nemzetséget jelent, nem többen, tehát akik a tényleg azt gondolom, hogy a haszonélvezői ennek a birtokadományozási metódusnak, amit a második András bevezetett. Most, hogy miért is kapják a birtokokat, hát legyen érdemeket kell szerezni, és elég sok hadakozás van, hát a hadi érdemek, amikor felsorolják, és nagyon érdekes, tehát vannak olyan, ugye itt kezdődik a nagyobb számú oklevél, tehát második András korától, hát itt vannak egész ilyen kis minikrónikáknak nevezhető szövegek az oklevelek elején, amikor elmesélik, hogy kinek milyen érdemei vannak, és nem csak a sajátjukat, és ezért fontos, hogy ki milyen nemzetségből származik, hát még az elődöknek, az előző királyoknak tett érdemeit is sokszor felsorolják, hiszen az mind a nemzetségnek a fényét és az érdemeit fogja növelni. Tehát lesz egy olyan kör, akik valóban kedvezményezettjei lesznek. De róluk többet nem beszélek, mert ez már akkor az aranybulla köre lenne. Viszont amit én kiemelnék itt, ez az Anonymus krónikájának az első lapja, amit itt tesznek látni, talán a példetű az még itt látszik ezen a dián is. Hát mellette
megint csak itt a bárók és a nemeseknek a változását, a királyi szerviesek megint azt mondom, ez megint az aranybólakori történet, tehát ember azért nem szeretnék belemenni, viszont amit az Anonymousnál kiemelni, és ott tetszenek látni fölött a főcím alatt egy latin kifejezés, hogy nobilissima gens Hungariae, tehát Magyarország nemes nemzetsége, hát itt a itt tulajdonképpen, amit Anonymous leír, azt mindenki tudja, ugye, mert ez szinte szállóigévé vált, ugye, hogy a parasztok csacska mesét lenézi. De az előkelő családoknak a nemzetségi hagyomány az viszont nem, hát az az, amit leír. Hát ha végigolvasok az egyes fejezeteit, akkor azt látjuk, hogy elkezdi valahol a honfoglalás meg Szent István, és akkor mindig ott van, hogy most pedig ez a nemzetség, és ez bírja, és már attól kezdve, ugye, tehát, hogy valahogy a nemzetségeknek az ősi hagyományát. Én ezt úgy szoktam nevezni talán, hogy a neme, az Anonymous azt fejezi ki, amikor a nemesség bőntudatra ébred, és ugye a királlyal szemben is meg tudnak igényeket fogalmazni, tulajdonképpen még követeléseket is meg tudnak fogalmazni egyáltalán, és a dicső múltat. És én nem például Anonymous a honfoglalást írja le, ami hát nagy rész nem valós történet, tehát viszont melyik nemzetségnek a hagyománya mit őrizi és hogyan, hát az megint azt gondolom, hogy sok esetben ellenőrizhetetlen lesz, de egyértelműen nemesi szemléletről és nemesi történetről szól. Én azt szoktam, hogy meg kellene nézni mondjuk a vérszerződésnek a pontjait, amit leír az Anonymous krónikája, hát az ordító módon a II. András korára hajaz, arra ugye, hogy a legfont azok az előkelők, akik ugye jönnek majd ugye Álmossal, aztán Árpád mellett ott vannak és a birtokokat kapják, soha ne essenek ki a királynak a környezetéből és a kegyelműből, mindig ott legyenek a tanácsadék között, mindig joguk legyen a királyság ügyeibe beleszólni, tehát tulajdonképpen ez a fajta gondolkodásmód fogalmazódik meg az Anonymousnak a krónikájában, és azért az, hogyha ha más nem is visznek el tőlem a mai nap, de az, hogy az Anonymous azért a családi krónikákat azért azt nem semmibe vette, hanem tulajdonképpen azokból építkezett, és azokból az elemekből rakta össze, csak hogy ezek is szóbeli hagyománynak minősülnek egészen addig. Itt a 13. századig mondom, de megint azt gondolom, a tisztségeket tetszerek látni, lehet, hogy ez annyira nem érdekes lesz, inkább a következő diát mutatnám. Itt megint a tisztségek vannak egy kicsit más összefüggésben, de itt vittem két olyan szemét, és akkor itt a Kánnembeli Gyula, meg egy szák nemzetséghez tartozó Miklós. Hát ha végignézek, tessék nekünk, folyamatosan valamilyen tisztséget kapnak. Igaz, hogy elveszi az egyiket az uralkodó, mert nem hagyja meg őket hosszan, de kap helyette egy másikat. És azért azok az a tucatnyi előkelő család, az itt marad a második András környezetében. Aztán ami történik még, hogy szaporodik a tisztségeknek a köre a következő módon, itt a hát egy elnagyobb térkép, ugye itt az András királynak itt az udvarát próbálom valahol az ország közepére rajzolni, és akkor a fiainak, ugye három fia van, ugye a Béla, a Kálmán és egy András nevű fia is van, mindegyiknek szerveződik egy külön udvartartása, és azért nem írtam oda neveket, mert először Szlavóniában a Béla van, aztán utána őt átrakja Erdélybe, a Kálmán először Halicsban van, aztán Szlavóniában fog kerülni, és amikor ez a csere lezajlik, akkor az András herceg kerül Szlavóniába. Mindegyik mellett tudunk néhány udvari tisztségviselő, a teljes garnitúrát nyilván nem, de látjuk azt, hogy tehát a udvari tisztségeket szerezni nem csak a királynál lehet, hanem a hercegi udvartartásokban. És ugye hozzá kéne tenni azt is, hogy a királytól valamelyik fiához, vagy egyik fiától a másikhoz úgymond átpártolni, vagy oda a híréjük szegődni, hát az nem felségsértés, hanem ugye ezt szabadon meg lehet tenni. Tehát egyrészt többféle tisztség lesz, megint ezek azért jövedelmeket is szereznek, meg hát növeli ennek az elitnek a mozgásterét. És akkor itt a negyedik Béla, aki mondta ezt a legkülségesebb bárói körét, ennek a fogalmát vezette be, ez a tatárjárás utáni fordulatnak következik. Megint Béláról azt gondolom, hogy az a kép szilárdul meg legalábbis a középiskolás tankönyvek alapján, ugye, hogy a tatárjárás ugye szembefordul az Andrással, birtok visszavételek. Igen, ám, de ugye ez az uralkodásának az a 35-41-ig az uralkodásának az eleje,
és a tatárjárás után azért még 1270-ig uralkodik, és ott teljesen megváltozik. Tehát ugye rájön arra, vagy ugye észreveszi, tehát így, meg, hogyha a negyedik világ értékelni akarjuk, akkor azt szoktam mondani, hogy tanult a hibáiból. Egyébként észreveszi azzal, hogy azzal a birtok visszavétele, hogy a birtok adományozások visszafogásával azzal nem tud kormányozni, nem tudja a híveit megtartani, viszont neki is lesz egy nagyon kicsi, egy olyan mag, talán megint egy essen nagyobb, egy tucat kínál, tehát összeszámoljuk a nemzetségeket, és őket nevezi a leghűségesebb bárói körre, na most ők aztán kapnak, és ugyanolyan mértékben kapnak adományokat, csak ugye hozzá lesz a várékik, és például amit tettenek tudni, vagy esetleg egyéb szolgálatok, mert azért hadakozásról itt is van szó, elég sokszor, tehát ez a bároknak a körét. Utána látjuk azt megint, hogy a tatárjárás eseményeiből például levonja azt is, hogy ugye a védekezésnek a kulcsa az a páncélos hadsereg. Csak a Szűcsjelmetszer kiszámolta, hát nyilván ebben a számításban azért csúszatiba is, hiszen nincsenek exakt számok erre vonatkozóan, de körülbelül egy közép birtoknak a jövedelme kell ahhoz, hogy valaki saját magát páncélosan feltételezze. Tehát a második olyan, és kimutatható az is a későbbi birtokadományokból, hogy van egy olyan, ami birtokadomány, ami nem a bárókat érinti, hanem az úgynevezett középnemesi réteget, ahol olyan nagyságrendre hozza fel a birtok állományt, hogy képesek legyenek megvásárolni ezt a pánc, ami elég drága egyébként, mert a lóság idegű, hogy miért vásárolnak hozzá, és így tovább, tehát sok költséggel jár, de ilyen adományok is vannak. Tehát és akkor itt a végignézzük akkor a hadakozás, de mind a kettőt ennél a két pontnál maradva, akár a középbirtokot, akár a leghűségesebb várok jutalmazását nézzük, egyértelműen a magánbirtoknak a további megerősödését fogja jelenteni. És akkor megint, hogy személyekről is beszéljek, hát itt is elég nagy kavalkád, és még évszámokat nem is írtam, mert úgy gondoltam, hogy akkor már túl sok lesz a dián. Kiemeltem három olyan nemzetséget, ott pirossal látják a hédernemberi kőszegi Henrik ott a pirossal, és akkor ugye a héder nemzetségnek a tagjait látják többször, akkor ott van a Gutkeled nemberi István, akinek megint őt magát is, meg az Gutkeled nemzetség más tagját is. És hogy amikor nemzetségről beszélünk, akkor nem mindig egy tagról, mert azért egy nemzetségből már ketten ott vannak, vagy esetleg van, amikor már hárman is ott vannak a királyi udvar közelében, hát az nyilvánvalóan, hát hogy annak nagyobb lesz a hozadéka a nemzetség számára. Ott van a Rátót nemberi, Roland és így tovább, és a többieknél is ezt meg lehetne találni, de talán azt gondolom, hogy így világos, hogy ez a fajta rotáció, tehát egyik tisztségből átkerül a másikba, de a királynak a kenyőből valóban nem fog kihullani, ha csak nem következik, de olyas valami, ami hát hogy a hűtlenségnek a védkébe kerülne valaki, de nem nagyon tudunk erről az időszakról. Tehát látjuk is, aki talán azért egy kicsit tudjuk, tehát hogy ott vannak a csák nemzetségnek a képviselői is, tehát látjuk azt, hogy a király környezetéhez tartozni, és a királynak segít csúnya szóval mondom, hát kifizetődő a király hűségén megmaradni, és ilyen adományokat szertenni. Itt a várak, ez megint egy ismert térkép lehet, úgy gondolom, tehát megint az látszik, hogy a királynak a szándéka az, hogy a várakkal megerősítse az országnak a védelmét, tehát nem keleten épülnek a várak, hanem nyilván ott fognak felépülni, ahol ennek a megadományozottnak a birtokai vannak, és ahol az neki kényelmes lesz. Erről is hosszan lehetne még beszélni, de nyilván ez a váraknak a fölépítés, ez megint egy olyan fajta, hát stratégiai pontot jelent majd a nagyobb birtok, egyre nagyobb birtokkal rendelkező nemzetségeknek a számára, ami a királlyal való hát konfrontációt azt elősegíti. Itt van az a következő dia, hát itt megint csak egy pontokat mutatok csak, hogy hát a negyedik Bélának van két fia, de ugye a későbbi ötödik István ő valahol ott a tatárjárás időszakában születik, tehát viszonylag későn, de van 10 gyereket, tudom, benne szövében lányom. A másik fia, a Béla herceg, ő meg 1250 tájékán születik, és ezért fontos, hogy ezek a vejeket jelent, ugye a lányait is férhez adja, és a dinasztikus kapcsolatok. Tehát az látszik, hogy amikor például ott a nyugati határszélen a hadakozik negyedik Béla, hát akkor a vejeinek a hadserege van mozgósítva, tehát tulajdonképpen ez a fajta
egyeznek kapcsolati háló, dinasztikus háló, ez akkor is működik, hogyha nem a királyékon, hanem a saját gyerekeink keresztül valósul meg. És akkor itt van, itt lenne, ugye itt van egy veje, aki őt rá gondoltam, aki itt van a Macsói térségben, itt lenne a délvidéken. Ő egy kievi ruszból ide került, és a tatárjárás ottani pusztítása során, tehát háttér és birtok és fejedelemség minden nélkül maradt személy lesz, de hát ugye előkelő uralkodó dinasztiából származó illető. Rostislavnak hívják, vagy ha régebbi szakirodalmat néztek, akkor Rostislav néven szokott szerepelni, és negyedik Bélának az Anna negyedlányát veszi feleségül. Béla próbál neki segíteni, hogy őt szerezzenek, nem sikerül. És utána itt marad, és tulajdonképpen ezt az egész térvidéket itt a Macsói bársának a megszert, nem is bársán, még csak Macsói terület, ezt ő szervezi meg, tehát rendbe rakja ezt a tatárjárás utáni időszakban. Most ami fontos lesz, és akkor itt mondanám, itt látszik ez a lila rész itt alul, tehát amikor ott van Macsó meg Bosznia, ez a bizonyos Rostislavnak a hát a teréma, tehát ugye ez nem független az uralkodótól, ő nagyon-nagyon-nagyon erőteljesen hát Béla párti és a Béla mellett foglalálást. Akkor ott van Szlavóniából, olyan zöldes színnel látszik az a kisebb fia Béla hercegnek a területe, tehát az első szülöttje az István. Most az Istvánnak először ott a nyugati szélen ott olyan téglaszínű valami foltot tetszenek látni, ott a Béla, az osztrák Bábelmei dinasztia kihal, és ott a harcba száll egyrészt Béla is, másrészt meg a cseh uralkodó az Otakár, és az első felvonásban megosztoznak ezen a területen, és oda rakja az István herceget. De ez nem egy hosszú történet, mert 1260-ban véget ért, tehát feladja ezt a területet, és az István ide kerül az Erdélyben az ország keleti részében. Csak hogy az István nem fog megelégedni ezzel, és akkor ami ott besapírozva látszik fölül, ő fogja magát és hozzá csatol önként és az apja akarata ellenére több megyét is a területhez. Sőt, ugye terjeszkedik Erdélyen túl is, tehát ezt a sárga részeket, amiket tetszenek látni. Azért, tehát megint tehát egy olyan konfliktus alakul ki, nem olyan, mint a második András és a negyedik Béla között, hanem sokkal, sokkal radikálisabb konfliktus alakul ki, egészen odáig, hogy tessék megnézni, ezek a nyilak, ezek csapákat és hadjáratokat jelentenek, tehát a negyedik Béla és a fia, a későbbi ötödik István, aki akkor ugye ifja királyként meg van koronázva, tehát nagyon komoly csatatéren találkoznak egymással szembe. A Béla mellett van ez a délvidékről, ez a bizonyos veje, ez a Rostislav, meg a kisebb fia, a Béla herceg, de azért ez egy hát nagyon komoly összecsapások vannak. Aztán van ott 1267-ben van egy, ugye Bélának a uralkodása évek előtt van egy nagy békekötés és kibékülés, ami majd megint, ha esetleg eszükbe jut a legközelebb, akkor az aranykorának egy későbbi, tehát nem a 22-es, hanem egy későbbi kiadása jelenik meg. És akkor végül is, amikor az Árpádkor vége fele érve, akkor azt látjuk, hogy hát a tartományuraság kialakulásának, ugye a 13. század utolsó harmadában azt látjuk, hogy azok a jelentős birtokok, amiket hát a második András kezdett, a birtokadományozást a Béla gyakorlatilag folytatta, mert igazából nem tudott más tenni, a várépítés ezt megerősítette, és amit látunk mellett, a királyi felség jogok, tehát ugye egyrészt a birtokokon, birtok nem csak földet jelent, hanem sokszor rajta levő vámokat és egyéb pénzbeli jövedelmet is, ami ilyenkor szintén a király kezéből ki fog csúszni, és a magánbirtokos kezébe kerül. Aztán gondoljuk arra, hogy istáni címet is viselnek ezek az előkelők, ami megint jövedelemmel jár, tehát igazából megteremtődik a mintán az ötödik István nagyon rövid ideig uralkodik, mindösszesen 2 évet, a fia Kunlászló lesz, aki kiskorúként kerül oda, tehát ott vele az a gond, tehát ott igazából nem egy ütőképes vagy döntőképes uralkodó fog kerülni az ország élére. A harmadik Andrásnak már megint a legitimitásához, a törvényességéhez ugye kétség fűződik, mert ugye megint a Velenceinek nevezett András, és már az Anzsuk akkor nem ismerik el, és ugye nagyon messziről, de már elkezdik a maguk számára a terepet előkészíteni. Tehát az uralkodói
tehát a legitimitásuk az megkérdőjelezhető, és nem tudnak más tenni, mint kollégik csoportra támaszkodnak a másikkal szemben, hogyha megnézzük, és a következő dián látszanak ezek a tartományok, talán a középső része, ugye, ahol a hunok vannak, az egyetlen olyan haderő, ami csak a királynak van alárendelve, és csak a királynak engedelmeskedik, az a hunokat jelenti gyakorlatilag, és ugye ezért szoktam, hogy a Kun Lászlónál is, hogy most mi legyen a hunokkal, ha kényszeríti őket a kereszténységre, hogy akkor elveszíti ezt a fejenkénti katonáskodást, tehát az azért nem jó a királynak, ha meg nem kényszeríti őket, akkor ugye nem egy keresztény uralkodóként viselkedik, úgyhogy megint lehet egy kicsit azt lenne, hogy ilyen 22-es csodát jó döntést nem lehet velük szemben hozni, tehát mindegyiknek nagyon komoly hátulütői és mellékhatásai vannak, amik kezdeződtenek lesznek. Hát ugye ránézzük a térképre, ott vannak a várok és így tovább, tehát ez lesz a megerősödött birtokállománya a legjelentősebb birtokosoknak. És akkor itt talán most már tényleg az utolsó diánnál tartok, hogy 1270 után valóban más lehetőség nincsen, egyik vagy másik csoportra lehet támaszkodni, de, és akkor ezt aláhúznám, amit ott a pirossal a végére kiemeltem, hogy azért a tartományurak egyike sem óhajt király lenni. Tehát tulajdonképpen, hogy királynak lenni kell, ez a kor gondolkodásában ez a világ rendje. Tehát az, hogy az uralkodóra szükség van, ugye arról van szó, hogy kit akarnak, mert korlátozni is akarják az uralkodót, ugye, hogy legyen király, de ne szóljon bele, adjon birtokot, aztán hagyja őket békén. De kell, hogy legyen, hiszen az a jogforrás, ugye a birtokoknak a jogforrása, a tisztségeknek is a jogforrása. Hát ott van most itt még a harmadik András alatt, nem, de a harmadik András halál után azt látjuk, hogy egyszerűen van négy nádor, mert nem veszik tudomásul azt, hogy visszavetje tőle valaki, és használja. Tehát tulajdonképpen nem, ezért szoktam mondani, hogy a kis király cím nem biztos, hogy jó, mert hogy királynak nem akar egyik sem király lenni, hát a király jövedelmek sokat akarnak, a király helyett döntésekben benne akarnak lenni, de magukat királlyá tenni, az egyiknek sincs ezre ágában sem, mert hogy a legitimáció szempontjából szükség van az uralkodóra. És talán utolsó gondolatként azt mondanám, hogy azért, tehát ez valóban levezethető, hogy ez a jelentős birtoknövekedés és a nemesség, vagy a bárói rétegnek a tartományúrá válás, és hogy ilyen jelentős konfrontációs lehetőség az uralkodóval szemben, de mondjuk mindenkit óvnék attól, hogy mondjuk ezt bármelyik királynak a számlájára negatív módon írjuk, hiszen sem a második András, sem a negyedik Béla, hát miért látta volna, mi lesz ebből a század végére, én azt gondolom, ezt minden most látjuk, de amikor a döntések születnek, akkor ez biztos nem ez volt a helyzet. És akkor utolsó, hogyha még a Zsoldos Attilánál rá fognak kérdezni, nagyon második András nagyon érdekes és nagyon új szemléletű képet rajzolt már írásban, és gondolom meg fogja majd itt tenni legközelebb ő is. Én pedig megköszönöm a figyelmüket, és elnézést kérek, ha kicsit hosszabb voltam.